Következő kisfilmünk hőse még csak 26 éves, de már kétszeres BMX világbajnok, Kun Ádám a Flatland kategória verhetetlen bringása, akinek trükkjeit még a legnagyobbak sem tudják megismételni. Nézzük most meg, hogy hogyan készül Ádám egy-egy versenyre. A trükköt csak ő tudja. Ő, azaz Kun Ádám, kétszeres Flatland világbajnok. Egyes trükköket megtanulni lehet több hónap, akár évekbe is beletelik, szóval igazán ez a sport, az akaraterő és a kitartás a legfontosabb jellemző, illetve dolog, ami kell hozzá. Sátoraújhelyben születtem, és 1999-ben kezdtem ezt az egész sportot. Azóta rendületlenül gyakorlom. Minden nap legalább 2 órát. Lehetne többet is gyakorolni, de én úgy érzem, hogy ez az az időkeret, amin belül még élvezem csinálni. Onnantól kezdve pedig már egy kicsit ilyen munkaszagú lenne, és én meg azért szeretem ezt az egész BMX-et, mert egy szórakozás, egy hobbi az egész. Talán pont ennek köszönheti, hogy 7 év profizmus után is még mindig ott van a legjobbak között. Ehhez persze az is kell, hogy folyamatosan tartsa a lépést a világgal, vagy inkább ő diktálja neki a tempót. A sport az rengeteget változott már csak azóta is, amióta én elkezdtem ezt az egész sportot, hiszen akkor még azt tudni kell, hogy voltak első, illetve hátsó fék, az majdnem, hogy kötelező elem volt a biciklin. Most megnézel egy mai verseny, 2012-ben szinte a legtöbb profinak már fék sincs a biciklin. Sokkal gyorsabban lett az egész mozgás, a trükkök szebbek, dinamikusabbak. A világbajnokság az, hogy megnyert, különlegesnek kellene. Olyat kell csinálnod, amit egy nagyon szép futamot kell megcsinálnod, amiben azért van 2-3 olyan elem, ami vagy saját és eredeti, illetve egy olyan nehéz, amit tegyük fel, csak 2 vagy 3 tudnak a világon, de még nekik is olyan rizikós, szóval vagy bejön, vagy nem. Ádámnak azért eléggé bejött. Nem csak versenyez, de folyamatosan bemutatózik szerte a világon. És még tervez is. A biciklim az saját tervezésű. Javarészt a vázra kell gondolni, illetve egyéb alkatrészre, mint például a kormány vagy a villa. Ez esetben én terveztem a vázat, a bicikli fő elemét végül is, ami a legfontosabb. A biciklin túl a jövőjét is tervezi a 26 éves BMX-es. A szociálpedagógia diplomáját szeretné majd felhasználni, és esetleg sportmenedzserként segíteni a magyar sportolókat. Viszont amíg megy a szekér, vagyis a bringa, addig egész biztosan nem fog váltani, és mutat még jó pár saját trükköt a világnak a következő években is. Ez a sport ezért is jó, mert igazán semmilyen szabály nincs. Nincsenek kötelező elemek, nincsenek edzők. Egy szabad életet élhetsz, és azt csinálsz, amit szeretsz, és hogyha még jó is vagy benne, akkor tiéd a világ, mondhatjuk azt is.